mindegyik az időbeli nyelvből a tartalmi jogékonysági elnyelése, és szeretném már is adni a szót Marsódi Ellennek, aki vezeti az elnyelést. Jó estét kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Tehát jótékony céllal rendezik a szervezők ezt az elnyelést, mintás összefogás, azt gondolom, a példaértékű az, ami történt ebben a városban. Az árbázis javára, és azért hadd mondjam el, hogy az árbázis működése havonta, ha kinyitják a kaput, akkor 100 000 forint. Úgyhogy nagyon szeretnék nagyon sok pénzt összegyűjteni az árverés eredményével. Mint tudják, nem számol föl a szervező jutalékot, bátran költsenek, ma nem szeretnék olyan nagyon készpénzforgalmat itt az irodában. Aki természetesen szeretné, az foglalót fizethet és kap egy átvételjegyismervényt róla. Akinek ma városa pénztárcája, az nyugodtan kölcsön, és a jövő héten várják őt, hogy kifizesse a tételt. A licitáló tárcsa számát az fölírjuk, természetesen más nem viheti el azt a tételt, amit önökre majd leütünk. Az anyag nagyon szép a kollekció, nagyon szép, azt gondolom, hogy látták, és nyilván azért vannak itt, úgyhogy kezdjük el a munkát. Ádám Anna, 1983-ban született fiatal fotográfusnő, színes fotója töredékek sorozatból, 25 000 forint. Nem jön ajánlat, akkor lássuk a másik Ádám Anna képet. Ez is egy nyitott sorozatú előhívás, 25 000 forint. Hármas a tételszámuk, Alpen Bernadett, berlini városrészben, a Max Liberman festő kertjében készült fotója. 10-es sorozatból ez az első sorszámot viselő tétel, és 70 000 forint a zsikréprinti kiáltási ára. Ajánlat 70 000-re? Nem jön, akkor lapozok. Most látják a négyes tételt, Bakonyi Bence, név nélküli sorozatának a nagyméretű zsiklépprintje, 140 000 forint a kikiáltási ára, vételi megbízással ezt tartom, hiszen jött a galériához megbízás, és váltunk egy telefonos vevőt is. Ha te képviseled, akkor megkérdezem, hogy 150 000 forintot adtok-e érte? Megadja. 150 000 forint akkor a telefonos vevőnél először. 150 000 forint másodszor, és ha senki többet, 150 000 forintért meg is vette a telefonos vevő. Ötös a tételszámon, Barta Máté mutáció sorozatának az első lapját látják. Archív printként nevezik ezt a kiváló anyagra készült sokszorosítást. Nagy méretű, ötös sorozatból ez a kettes sorszámot is előtérnál. 125 000 forint a kikiáltási ára, vételi megbízással tartom, váltunk egy telefonos vevőt. Nem veszi föl, vagy foglalt? Szokott ilyen lenni, 125 000 forint vételi megbízással nálam. 130, 135, 140, 145 vételi megbízás nálam. Először 150 000 forint, 160. Még mindig vételi megbízással tartom először. 160 000 forint, másodszor 170, 180. Még egy lépés, nem próbálnak meg. 180 000 forint vételi megbízással nálam először, 180 000 forint másodszor, 190 először. 190 másodszor, és ha senki többet, 193 harmadszor, a kártyáját hadd nézze, köszönöm, 31-es kártya. Volt a második képe, köszönjük szépen, igen. A közös természet sorozat volt. Ez egy apócska, vagy hát a fele az előző
műnek. 6-os sorozatból az 1-es sorszámot viseli, 2014-es munka és 60 ezer forintra várnék ajánlatot. Hatvanra, nem jön. Lapozunk. Megvalla Mónika a következő tétel alkotója. Szintén két képpel szerepel az árverésem. 2013-as Zsiglén Vint, 42 ezer forint. Ez az egyetlen példány készült belőle. 42 ezer forintra várok ajánlatot. Nem jön, megyünk tovább, és akkor a másik Pekvalla Mónika munka. A Rudi Bondra készült, vagy nyomott zsiklépprint, 42 ezer forint. Benkő Imre, dokumentarista, fotográfus, érdemes művész és a Magyar Fotográfia nagydíjának a nyertese. 10-es sorozatból ez a 2-es sorszámot viselő mű, és 50 ezer forint. Egy zseratinos egyes nagyítás, köszönöm, 50 ezer először, 50 ezer másodszor, és 50 ezer, ha senki többet, 6-os kártya. Benkő Imre kultikus Roosevelt tér című műve. Nagyon sok helyen reprodukált darab. 10-es sorozatból 4-es sorszámot viseli, 50 ezer forint. 50 ezer először, 50 ezer másodszor, és 50 ezer, ha senki többet a hölgynél, harmadszor. De a kártyaszámat hadd nézzük meg, köszönöm, 32-es. Bíró Eszter, a Romlás Világai sorozatából pigmentnyomat, 5-ös sorozatból az 1-es sorszámot viselő példány, 40 ezer forint. Köszönöm szépen, 40 ezer. Először 42 hátul, 44, először, elől van a licit, 44 ezer forinttal, először 44 ezer forint másodszor, senki többet, az ifjú fiatal embernél 44 ezer forinthoz gratulálunk és köszönjük szépen apának. 12-es a képenszám, Bognár Benedek, 86-os születésű fotoművész. Van is természet sorozatából egy nagyméretű print, 65 ezer forint. Nem jön ajánlat. Tartozunk, és akkor megnézzük a másik Bognár Benedek munkát. Ugyanez a sorozat, ez a 2-es sorszámot viselő. 5-ös sorozatból az 1-es sorszámot viselő példány, és 30 ezer forint. Megyünk tovább. Bozsó Antás következik, 14-es a tételszámunk, 2007-es munkája művésznek. Labdaprint, egy polaroid felvételről, 70 ezer forint. Ajánlat 70 ezerre. Megyünk tovább. Csontó Lajos jobb későn című munkája. Munkács díjas művész. 5-ös sorozatából az 1-es sorszámot viselő cépként 80 ezer forint. Csontó Lajos 80 ezer. Megyünk tovább. Két Cigány Ákos mű közül, először a... El nem mondom ezt a hosszú sorszámot, szóval ezt látják. Hiroshi Sugimoto nomás. Nyilván az ő édes színház sorozatait lette meg a művész. A kikiáltás jára a 8 a sorozat 1-es példányát viselő a Archiválinek Pigment Printnek 215 ezer forint. Lapozunk, és akkor itt a másik Cigány Ákos munka. 38 ezer forint. Ez egy 50-es sorozat, köszönöm.
38 először, 38 másodszor, aha, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60. Kint a hátsó teremben 60 ezer forint, 65 a teremben, itt bent, 65. 65 ezer forint először, 65 másodszor, és ha senki többet, 65 ezer forint, 36-os kártya. Tejn Balázs, Szél Kálmán teret ábrázolt. A térfigyelő kamerarendszer alapján készült szolárografi, 50 ezer forint. Ez a lépcső már nincs is meg egyébként, nem tudom mennyien járnak arra Moszkva téren, lebontották, 50 ezer forint. Sajnos megyünk tovább. Régei Imre két műve közül először látják a kőmadarat. Ezüst zselati nagyítás, öt példányban hívta elő a művész. Ez a kettes sorszámot viselő példány, 80 ezer forint. 80 először, 80 ezer forint másodszor, és 80 ezer forint, ha senki többet, 130-as kártya. Régei Imre Rosta című munkája, 2003-ban készült, szintén 5-ös sorozat, 80 ezer forint. 80 először, 80 másodszor, és 80 ezer forint, ha senki többet, 6-os kártya harmadszor. Ember Sári, a természet termékenysége sorozatának a 2-es tételét látják, 2009-es opusz, 80 ezer forint a Lambda Print. 80. Először 80, másodszor 80, harmadszor 130-as. A másik ember Sári csendélet. 80 ezer forint. Hozunk. És akkor Eperjese Ági. Lágy konstruktivizmus című színes fotogramja. 170 ezer forint. 170. Először 170 ezer forint másodszor, és 170 és 180 itt elő. 180 az első sorban, 190 hátul. Először 190 ezer forint hátul másodszor, 200 ezer forint elő. 200 ezer először, 200 ezer másodszor, senki többet. 200 ezer harmadszor, 130-as kártya. Fialade Gábor, kertintával és laborral. Ezüst zselatinos nagyítás, barit papíron, 250 ezer forint az egy, mert egyes sorszámú munka. 250 ezer forint. Köszönjük. Klós Zsuzsi művét látják, 25-ös a tételszámunk. Zsitfélprint, a technika, nyitott sorozat, 40 ezer forint. Meghozunk, és akkor a másik fózsus írjú, 2013-as alkotás, 40 ezer forint. És akkor Fantia Aljóna. Időjel című digitális printje, 1x1-es sorszámot viselő alkotás, 60 ezer forint. Gábor Enikő, Leves Tillával sorozatának az első tétel, 28-as a tételszámú. Fotogramról készült nyomat, 3-as sorozatból az 1-es sorszámot viseli, 40 ezer forint. 28-as tételnél tartunk, 40 ezer forintra várok ajánlatot. Ha nem, akkor lapozunk egyet. És akkor itt a másik Gábor Enikő, szintén 40 ezer forint. És akkor Gombos Lajos, ez is elatonos nagyítása, egy polaroid negatívról, 2003-as.
alkotás 10 000 forint. Mindössze 5 példány a sorozat, 2-es sorszámot viselő példánya 10 000 forint. Ajánlat nem jön, akkor sajnálattal megyünk tovább, és akkor egy nagyméretű Gulyás Miklós fájdalmas fotója, 2010-es injektvén, 60 000 forint. 60 000 először, 60 000 másodszor, és a senki többet, 60 000 forint harmadszor. A kártyáját mutatja, köszönöm, 11-es. Hajdú József, fotoművész, Erdélyi Mór fotóját feldolgozva, vagy tovább gondolva, zsikrét vintel állt önökevé, 60 000 forint. Tízes sorozatból, 2-es sorszámot viselő példány, 60 000. Nyomok egy gombot. Haris László, nagyméretű, módosított panoráma fotója, zsikré print, Torockó-Szentgyörgyi vár, 12. században épült. És Torockótól 4 kilométerre található valóban egy hegy csúcsán, 300 000 forint. Ajánlat nem jön, lapozunk. Hekkel Péter, motoros fotogram, digitális print, 180 000. És akkor Herendi Péter, lila akár színű, zsikré printje, 100 000 forint. Horváth Judit, Elnár Németi sorozata, 20 000 forint, 20, először 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36 000 középen hátul, először 36 000, másodszor 38, 40, 42, 44. 44 000 forint először, 44 000 forint másodszor, és 44, ha senki többet, 26-os kártya. Illés Barna és Gyenis Tibor közös alkotása, Lambda Print, egy megrendezett fotó, mint nyilván tudják, látják, 300 000 forint. Nézzük a másik Illés Barna, Gyenis Tibor műve, ismeretlen tájakon sorozat, 300 000 forint, erre viszont vártunk egy telefonos vevőt. Meg kéne kérdezni a Dávidot, hogy a 38-as tételt nem felejtette el fölhívni az érdeklődőt. Dávid, elnézést, hogy itt egy kicsit megakasztjuk. Nem. Köszönöm szépen, akkor 300 000 forintra várnák ajánlatot a helyszínen. Ha nem érkezik, akkor látjuk a képernyőn, 39-es tételként Illés Katalin adásszínet című sorozatának az első darabját. 2012-es munka, 80 000 forint. Kassza Gábor a következő tételalkotója, 40-es a tételszámunk, egy réskamerás felvétel, 60 000 forint. Kamulics Viola, a 41-es tételalkotója, egy női háta, zsikré print, 45 000 forint. 45 először, 45 másodszor, és 45 000 forint harmadszor, 6-os kártya. Károly Sándor Áron, egy napi emlékek sorozatának a
egyik darabját látják, 2012-es munka, zsiklénnyoma, 50 ezer forint. Megyünk tovább, és akkor a másik Károly Sándor Áron munka. 2012-ben szintén 50 ezer forint. Kékesi Donát, Holland Horizont című, 2012-es munka, 85 ezer forint. Mindig Kékesi Donát, C sorozat című, opuszának egy tétele. 10-es sorozatból ez a 2-es sorszámok viselő, és 50 ezer forint. 50 előszünk, 55 és 60. 60 előszünk, 60 másodszor, 60 ezer forint, a 6-os kártyán a 3-szor. Forrózsi Bea, tájfelszínek sorozatának egy tétele. Digitalizált polaroid kép, 40 ezer forint. Kolozsi Bea az alkotó, 47-es a tétel, kézjelek, zsikléprint, 30 ezer. És akkor Kovalaszki Dániel, Valdokó fenyőfája, 100 ezer forint. Kinences lételhez érő, Kóti Réka, Leopárd lánya, zsikléprint 30 ezer. És másik, Leopárd lány szemből, 30 ezer. Először 30 ezer másodszor és 30 ezer forint, ha senki többet, 17-es kártya. Rurik Marcel az 51-es tétel alkotója, 2015-ös munka, 5-ös sorozatból az 1-es sorszámot viselő példány, és 150 ezer forint. Lapozok, és Kutász Gábor álljon. Transzfogarasi úton készült felvétele, pigment print, archív papíron, és 100 ezer forint. Lapozunk, Marosi Viktor, testvérek, a tengerparton, zsikléprint 60 ezer. Martikó Márk, mesterséges zöld sorozatából az 1-es sorszám, vagy az 1-es tételt látják, Lambda Print, 270 ezer forint. Én tovább. Két izgalmas Molnár Ágnes Éva munka jön. Ja. 55-ös sorszámmal, nem leszek rossz. 60 ezer forint, köszönöm. 60 ezer. Először 60 ezer forint, másodszor. Senki többet? 60 ezer forint, harmadszor, köszönöm szépen. A kártyáját láttad az úrnak? Elsősorban köszönöm. Nem verekszem többé. Volnál Ágnes szerint 60 ezer forint. Először 65. 70, 75, itt van a 75, 80, 85. Nagyon nem akar ez a gyerek költeni, olyan nem hallgat magára eléggé. 85, 90, 95. 95-nél tartunk, most lett 100 ezer forint.
110. Először 110 ezer forint másodszor, és 110. A biztos benne, hogy nem megy tovább, harmadszor az ifjú fiatal emberé. 130-as kártya. Köszönöm szépen. Mucsi Szilvi. Pipe. Igen, Pireuszi hotel. Neonjának az építése, ezüstzselatinos nagyítás, baritpapíron. 70 ezer forint a kikiáltási ár. Esetleg sokaknak még olyan katalógus lehet a kezében, hogy 110, de nem 110, hanem 70 ezer forint a kikiáltási ár. Igen, az első napokban még ilyen magas árat mondott. Jó cél érdekében ő leengedte az árat, megkérdezem a közönséget, 70 ezerrel mehetünk tovább. Mucsi Szilvi, vörös pamlagja, zsikréprint, archívpapíron, 85 ezer forint, vételi megbízással tartom, 85. Először 85 ezer forint másodszor, és a senki többet, 85 ezer harmadszor vételi megbízásról. Natasa Pavlovszkaja, magas nyomás sorozatából egy lap, zsikréprint, 30 ezer forint. 30 először, 30 másodszor, és 30 ezer, ha senki többet, 88 a kártya. Opitz Tamás, két műve közül először a berlini városrészlet, 80 ezer forint a lambda print. Lapozunk, és akkor egy párizsi városrészlet, 80 ezer. Köszönöm szépen először. 80 másodszor és 80 harmadszor 20-as kártya. Pályi Zsófia. 62-es a tételszámuk. És a külhoni magyarok. Magyarok New Yorkban sorozatának egy lapja. Inyek print 30 ezer forint. Ajánlat 30-ra. Menjünk tovább. Pecsics Mária, a 63-as tételalkotója, kultúra sorozat. 8-as lapja, zsikréprint 220 ezer forint. Először. 220 másodszor. 230, 240, 250, 260. Először. 260 és 270, 280. Először 280-290, 300. Először 300 ezer forint másodszor, senki többet, 300 ezer harmadszor, 36-os kártya. Köszönjük szépen! 64-es tételalkotója Rapi Marian, víz sorozata, zsikréprint, egyedi beavatkozással 35 ezer forint. Abszolút egyedi műtárgyat látnak, 35 ezer forint a kikiáltása. Sajnos tovább legyünk, és Liskó Gáspár cím nélküli művét látják a falon. Ötös sorozatból az egyes sorszámot viselő példány 70 ezer forint. Köszönöm. Először 70 másodszor és 73-szor 88-as. Robicanikó. Kiotó című zsikréprintje 100 ezer forint. Lapozok egyet. És Somogy Bári Katát látják a falon. 67-es sorszámmal tartunk. Kihordott álmok sorozat, zsikréprint, fára kasírozva, 70 ezer forint. Menjünk tovább.
Sprenc Balázs Kálái, nedves korrúziós eljárás alumínium lemezen 35 000 forint. Köszönöm, először 35 000 másodszor, és 35, ha senki többet, 68-as kártya. A másik Sprenc Balázs, mint bebörtönözve, ez egy kemogram, 25 000 forint. És a Kostantel György, Felejtő Újfalu című legnevezetesebb képe a művésznek. 20 000 forint, vételi megbízással tartom. Nem tartom olyan nagyon, hogy nyugodtan. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 42 000 forint először, 44, 46, először 46, 48, 50, 55, először 55 000 forint másodszor, balra senki, hogyha 55 000 forint harmadszor, köszönöm szépen, 68-as kártya. Stiller Ákos két műve közül először. A Fólia Sátor 30 000 forint, ajánlat 30-ra nem jön, akkor itt a másik Stiller Ákos munka 30 000 forint. És akkor Szabó Benke Róbert. Hajadonok sorozatából Cecíliát láthatják, 70 ezer forint. Szalontai Áber munkájára, 74-es sorszámmal, archív digitális nyomat 300 ezer forint. Horvátországi vízpart, 2004-es munka, 120 ezer. Lapozok ennyit. Szárazkata. Sötét üvegen át. Ábrázolt fiatal lánya, 50 ezer forint. Szilla Önarckép köntösben 200 ezer forint. És a Szatmári Gergely amerikai semmittevők sorozata. Ez az első lapja, majd lesz egy következő is, 30 ezer forint. 20-as sorozatból egyes sorszámot viselő pillány. 30 ezer. Másik, már egy házaspárt látnak. 30 ezer forint Szatmári Gergely fotóján. Először 30 ezer forint másodszor, és 30 ezer forint harmadszor az elsősorban az ifjú emberét. Szatmári Gergely, harmadik lapja. 30 ezer forint erre vételi megbízás érkezett, úgyhogy ezt tartom, 30, 2, 4, 6, 8, 42, 44, először 44 ezer forint másodszor, és 44 ezer forint, ha senki többet, magáé köszönöm, 11-es kártya. Szent Iványi Réka, gyönyörűséges fája, szalonna fája, 45 ezer forint. Lambda print, 3-as sorozat, 1-es sorszámot viselő példány, 45 ezer forint. Hát, és
sajnálattal nyomom a gombot, és megyünk tovább. Szilágyi Emke. Kujbisennyi látképe, 1991-ig ugye Kujbisen volt, mint tudjuk Szamara, 30 ezer forint. 30 először, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 75 ezer forint először, 75 ezer és most egy 80. Először 80 ezer forint másodszor, senki többet, 80 ezer forint harmadszor. Köszönjük szépen. Hangadtál a papára. Szombat éve. 83-as a tételszám. Részlet a boldogság könyvből sorozat. 60 ezer forint. És akkor a másik szombat éve munka. Innyekvint. Lemezek a sírozva. 45 ezer forint. Megyünk tovább. Tihanyi Anna. Szilánya. 200 ezer forint. Egyes előhívás, egyes lopszámú példány, 200 ezer forint. És a másik Tihanyi Anna nő, Franny címmel, 200 ezer. És akkor Tímár Péter kettős apja, 80 ezer forint. Túldegon István, városi tárképe, Kispest, 10 ezer forint. 10. Először, 11. Először, 11 másodszor. És 11 ezer forint, ha senki többet, 68-as. Köszönjük szépen. Egy Pestentőrinci tájkép. Tóth Egon Istvántól 10 ezer forint. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Először 15 ezer forint, másodszor és 15 ezer forint, harmadszor. Köszönjük szépen! Van Csó Zoltán. Leponyvázott. Ja nem ez. Az a 90-es tétel. Egy 2009-es Budapest látkép, 80 ezer forint. Bancsó Zoltán, 80 ezer. Vagyunk tovább. Most jön a leponyvázott. Bogár hátulautó, Bancsó Zoltántól 2009-es kortdokumentum, 80 ezer forint. Varga Gábor Ákos, 92-es tételalkotója, ezüssel adinnagyítás, 20 ezer forint. 20, 22, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, először, 48 ezer forint, másodszor, 50, 55, először, 55 ezer forint, másodszor, senki többen, jobbra volt Alici, 55 ezer forinttal, harmadszor, köszönöm szépen, 88-as kártya. Varga Tamás. Csepelmarógép. 2003-as munka, 1-es sorozat, 1-es példánya, 100 ezer forint. Ajánlat 100-ra. Napozunk egyet.
mosolyik a tagig Diana Argusnak, a kiváló fotoművésznőnek az omázs. A fiatal művésznőtől 45 ezer forint. 45 először, 46, 48, 50, 55. Először 55 másodszor, és 55 ezer forint, ha senki többet, 88-as. Vedresági esztétány költő és fotóvész. Ezüzs alapítás nagyítása 30 ezer forint. A másik vedresági mű, szintén 30 ezer forint. És akkor Végás Magdolna vízsorozat, Peskés című cianotépiája 50 ezer. Zagra Sári szobanövény sorozatából egy pillány. Zsigképint 100 ezer. És akkor egy Miroslav Zselinszky pozsonyi látkép, Dubravcár látkép 50 ezer forint. Köszönöm szépen! Köszönjük az eddigi vásárlásokat! Nagyon szívesen kezdenék újra az árverést, hogyha az el nem kell tételek közül emlékeznek, hogy mit szeretnének, akkor azt mondja. Varga Tamás. Csak úgy, hogy visszalépünk. Ja, nem, igen. Akkor ott ezt én is tudom. Ja, köszönöm az szépen. Ja, hogy a Csepel valóngék. 100 ezer forint. Először 100 ezer forint másodszor, és 100 ezer forint. Köszönöm szépen. Hát a 93-as tétel el kell 100 ezer. Kérnek-e még visszatétel? Gombos Lajos. Akkor itt én így képek vissza. Ez a kép, ez nem fogja szeretni, hogy én ilyen lassan menjek. Ne, nem megy. Akarja látni a Gombos Lajos, hogy rögtön megveszi. Köszönjük szépen. Az a legjobb. Akkor én csak a céldulámat keresem meg. 30-as tétel, tehát visszajön a híd. 10 ezer forintért. És ha más nem óhatja, akkor 10 ezer forint először, 10 másodszor és 10 harmadszor. Köszönjük, 30-as kárt. Láthatatlanban, mivel a gép nem működik. Van-e olyan tétel, amit még visszakérnének? Ha nem, akkor köszönöm szépen. Jövő héten még az el nem kell tételek között szeretnék, hogyha válogatnának, vagy minél többet meg is vásárolnának. Remélhetőleg holnap már föl lesz a Virtinga Lévia honlapján a leütési állat, hogy otthon hétvége lehet gondolkozni meg a tételek közül. Köszönöm szépen, szép hétvéget kívánok önöknek!